Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ez egy nagyon rövid videó lesz, egy blogbejegyzés, egy script bemutatásához készült. Azaz megmutatom, hogy miről van szó annál a scriptnél. Ha valaki nem olvasta az adott blogbejegyzést őnek elmondom, egy olyan kis skriptecskéről beszélünk, ami az E3VM alá készült, de gyakorlatilag szerintem bármelyik csempézős ablakkezelő alá átalakítható, illetve ki lehet ott próbálni, ahol lebegtető, lebegő ablakokat lehet használni. Azaz, mit szeretnénk elérni. Nekem sokszor előfordul olyan, hogy valamit szerkeztek, írok vagy készítek, és jó lenne, hogyha a sugorrész, vagy egy darab képernyő mentés, egy képecske itt lenne, mondjuk a szintaktikával, amit én, nekem követni kell a beírt parancsoknál. Azaz nézzük is meg, miről beszéltem. Első körben őt fogjuk beilleszteni oda, egy levegő ablakba. Hogyan kell ezt megcsinálni? Elindítjuk a skriptet, amit már elolvastad a blogban, hogy hogyan kell összeállítani, mit hova kell másolni, és hogyan kell beállítani. Elindítom a skriptet, ami nagyon egyszerűen elindul. Figyeljétek meg, itt mozgatom a kurzort, ennek a kinézete fog első körben megváltozni. Látjátok, egy hajszál kereszt lesz, és körbevágom azt a részt, ami engem érdekel. Úgy igazából nem változott semmi. Legalábbis úgy tűnik, hogy nem változik semmi, de ahogy lehet látni, kivágtam azt a részt, rámásoltam egy képre, a kép méretéhez igazítottunk egy darab ablakot, egy levegő ablakot, és utána már nyugodtan tudjuk mozgatni oda mozgatjuk, ahova akarjuk. A lebegő ablaknak van egy jó tulajdonsága, lebeg, azaz felül van, és hogyha ablakot váltok, az ugyanott lesz, és oda tudom illeszteni, és ott, itt irogatok, ott pedig látom azt a parancsot, azt a szintaktikát, ami éppen számomra fontos hogy ezt te mire használod, azaz egy honlapon egy leírás részletét kimented, és oda teszed, és te elvégzed a munkát, amit kell, vagy egy levél részletet kimentesz, kivágsz, és képpé teszed, és odailleszed, és utána irogatod a választ rá, úgyhogy látod az eredetit is, az a te dolgod, azaz teljesen mindegy, a megoldás nagyon jó, nagyon sokszor előfordult, hogy ez hiányzott. Windows alatt állítólag van hasonló programocska, legalábbis a legrátszerint, szerint, és nagyon megérigyeltem, és mindig gondoltam arra, hogy hű, de nagyon jó lenne, hogyha lenne ilyen is, Linux alatt, illetve hát számomra az i3 VM alá. A reddit egy ilyen közösségi fórumon éppen láttam, hogy valaki elkészítette ezt a skriptet, és örömmel rácsaptam, és bemutatom most számotokra, ezt a lebegő kis ablakot tudjuk mozgatni, oda tenni, ahova kell. Ezen a skripten, illetve az alapbeállításon tudsz te változtatni, hiszen a skript nem egy nagy dolog, de nagyon hasznos, illetve nyilvánvalóan én a leírás szerint egy lebegtetéses megoldást alkalmaztam, tehát lebegő ablak legyen belőle, és ne legyen neki kerete, és ott jelenjen meg az alapbeállítás szerint, ahonnan mi kiváltuk, de hogyha olyan ingered van, olyan kedved, keretet is adhatsz hozzá, és mivel ez egy lebegő ablak, egy kis barkácsolással, odafigyeléssel, már azt is meg tudod tenni, hogy a kívánt általat folyamatosan használt ilyen sugó helyhez oda passzírozza, azaz ide rögtön földobja a kivágott ablakot. az van bent fantázia, hogy használ, illetve hogy, hogyha más csempézős ablakkezelőt, amiben amivel van lebegtetési mód, szerintem elég sokban van, abba meg tudod oldani azt, hogy ez egy kiemelt a réteg fölé felhúzott plusz rétegre kerülő lebegő ablakon keresztül, nagyon kényelmesen tudjál ilyen kis szövegeket, képeket, akármit, tehát amit éppen oda szeretnél vigyázteni, oda elhelyezni, és közben pedig dolgozni, és az egész ablakodat használni tud, egész ablakterületet használni tud a munkafolyamathoz. Kösz szépen, hogy meghallgattatok, és mindenkit arra biztatok, hogy nézzen mindig körbe az interneten, kövessen egy-két érdekes, értelmes fórumot, és ott lévő jó dolgokat gyűjtse össze magának, mert vannak ilyen pársoros skriptek, amik nagyon szépen megkönnyítik az életünket és a munkánkat, hiszen sokféle felhasználása van ennek a skriptnek. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és jó linuxozást kívánok mindenkinek, sziasztok!